Hát, sziasztok ismét! Ma folytatódik ez a videó kihívás, amiben beleszorítottuk magunkat egymást a szombati négyfős beszélgetés során. Ugye Gábor barátunk feldobta ezt a témát, hogy mutassunk példát azzal, hogy akkor egy challenge-et felállítunk magunknak, és pont itt van velem, teljesen véletlenül. Csak így és csinálunk egy random-random, szuper-random show-t, és arról fogunk beszélgetni, hogy az együttműködésnek az erejéről. Hogy miket tapasztaltunk, ugyanis itt a napokban kereken 3 hónapja, hogy ismerjük egymást, összvisz, és mégis azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok mindenben kezdtünk el együttműködni, közösen gondolkozni, és hogy akkor erőt érzünk ebbe, hogy megosztunk egy pár tapasztalatot veletek, meg egy pár tanulságot, hogy mi is volt ebben a 3 hónapban. Szerintem ami a legfontosabb az, hogy definiálják először, mit jelent a kooperáció. Mm-hmm. Szerintem ez egy tök fontos dolog, mert lehet, hogy mindenkinek más van a fejébe. Szerintem egy jó együttműködés vagy jó kooperáció az azon múlik, hogy az ember próbál ilyen ego lesz lenni, tehát hogy félreteszi az egóját, és azt nézi, hogy mit tud adni a másiknak, mit tudnak közösen létrehozni, és hol vannak azok a szinergiák, amikből ugye lehet építkezni hosszú távon. És hogy egy kooperáció persze szólhat rövid távra is, de alapvetően szerintem az a fontos, hogy a két ember, ez érdekes lesz, egy kicsit paradox szerintem, hogy fontos szerintem az, hogy két embernek legyenek közös pontjai, amik ilyen mind a két ember számára fontos. Aha. Közös pontok, fontos értékek, viszont szerintem az a legjobb egy kooperáció, hogyha nagyon különböző személyiségek vannak egyébként. Aha. Mert akkor meg ki tudják hozni egymásból, és tök jó egymást ki tudják egészíteni. Hát igen, és ugye én mindig ezt mondom, hogy aki esetleg ilyen tartalom, content marketing, content management válságban küzd, hogy nem tudja, hogy úristen, milyen contentet gyártson, hát annak szerintem egyértelműen az interjú az egyik legjobb eszköz, ugye mi is ennek köszönhetően ismerjük egymást, illetve nagyon sok emberkével így ismerkedtem meg, hogy meghívtam egy beszélgetésre, amivel értéket adsz, értéket közvetítesz, és nem nagyon mondja senki nemet rá, úgyhogy ez is egy tök jó eszköz, és hogy semmilyen gát vagy korlátja nincs ennek, tehát bárkinek a lehetősége megvan rá, hogy csináljon egy ilyet. Meg ami szerintem tök mi font... volt az első fejedben, amikor a Bálint összekötött, amikor találkoztunk, meg hogy ez a felhívás megvolt így az interjúra, akkor mi járt a fejedben? Nekem egyből az volt, hogy na, az is egy tök érdekes, mert én megnéztem egy-két videódat, vagy belekukkantottam, és akkor mondom, ez egy tök szimpatikus srác, és hogy ahogy mondta Bálint, hogy neked is ugye pénzügyi háttered volt, ahogy nekem is, és hogy akkor ebben biztos, hogy lesznek közös pontok, de én úgy minden egyes ilyen találkozóban, amikor valakivel összeköt, egy ilyen abszolút nyitottsággal megyek oda, hogy nézzük meg, hogy mi lesz benne. Ami a legrosszabb, ittunk egy kávét és egy jót beszélgettünk. Abszolút. És akkor bennem az volt igazából, hogy na, az egy tök jó kis beszélgetés lesz, és ez is lett a vége. Tehát, hogy nekem én nagyon hallgatok a megérzéseimre, tehát azok ilyenkor 100%-ig megbízhatóak. Ugyanis szerintem az együttműködés az tök jó, hogy mondjuk most mondok valamit, hogyha mondjuk valakire van egy üzleti társulásod, az jó, hogyha nyilván le van papírozva, de alapvetően a papír az csak akkor fog érni valamit a két ember között. Ha már baj igen, van, igen, igen. De alapvetően, hogyha megvan a két ember között egy ilyen jófajta, mondjuk úgy, hogy kémiának hívnám, mm-hmm. talán a legjobb. Bizalom. Bizalom, stb. Kialakult. Vagy a másképp fogom, az a szív a szívvel tud kapcsolódni, akkor viszont sokkal többre lehet az egészből hozni, és elkerülhetők a konfliktusok is. Ja, és tényleg így zseniás, hogy visszagondolunk, hogy készült a legelső interjú, utána csináltunk egyet a coworkingbe, egy közös részt a kihívásokról. Akkor ugye van ez a Business Szombat nevű sorozat, amikor ugye 4-en beszélgetünk most szombaton, ugye volt ez, és be is dobtad a kihívást, úgyhogy kemény volt, de jó, tök jogos volt. Illetve most szerintem akkor meséljünk is a tegnapról, hogy mik volt abban is a tanulság, ugyanis ugye tegnap köszönjük a High Five-nak a meghívást. Ugye csináltunk egy olyan eseményt, hogy alkalmazottból vállalkozó lettem, és akkor erre nagyon sokan érdeklődtek, és tele volt az alsó terem, ugye közel 40-en eljöttek. Nektek is köszönjük a figyelmeteket. És mi volt ebből a tanulság neked a tegnapi napból? Tegnapi napból szerintem ugyanez, hogy mi jól tudunk együtt dolgozni. Tehát ez tényleg az, hogy ugye nem nagyon sokat nem beszéltünk arról, hogy pontosan milyen témák lesznek. Mondtuk, hogy inkább így bedobjuk megint improvizáljunk egy kicsit. De ebből is látszik az, hogy ez egy jó ismérve, egy jó együttműködésnek, hogyha egy ilyen új helyzetbe kerülünk, akkor hogyan tudjuk megoldani. Szerintem emiatt szerintem zseniális volt. Nagyon jó kérdéseket tettetek föl egyébként, azt köszönjük előre is, mert tényleg úgy szoktam ilyenkor fogalmazni, hogy ti hoztátok ki belőlünk ezeket a dolgokat, és szerintem ez lett egy nagyon jó előadás. És aztán én úgy éltem meg, hogy ez egy ilyen tök jó kis bandázás volt. És igazából szereztünk 40 új barátot valamilyen úton. És te hogy érezted magad? Én nagyon-nagyon jól, és tényleg az, hogy volt egy pár olyan kérdés, amire én nem is gondoltam rá, hogy ez fel fog merülni. És hogy, de nekem továbbra is az a nagy tanulság, hogy
ugyanazok a gátak, vagy ugyanazok a dolgok foglalkoztatják az embereket, aki ezt a lépést meg akarja lépni, és nagyjából azért ilyen 2-3-4 csoportba összefoglalható az összes olyan korlát, amiért mondjuk nem tudunk lépni egyről a kettőre. Ez ugye feljött ugye a környezet hatása, ugye család, hogy néznek rád majd, ha egy új dologba féltenek, aggódnak érte, a barátok, akik még ugye alkalmazottak, és ugye ugyanabban a klasszikus modellben beleragadtak, vagy ebben gondolkoznak, és ez teljesen normális, hogy ugye aggódnak, de hogy ez ugye egy nagy csoport. Igen, meg félelem a kudarctól, félelem a pénzügyi biztonságtól, félelem a első ügyfél megszerzése, hogy történik, félelem attól, hogy mit fog gondolni más arról, hogy én most valamit szerepelek, készítek egy videót, és közben meg ezt 5 percet találtuk ki, hogy csináljuk ezt a videót, és miért ne? Tényleg az, hogy szerintem a legnagyobb kulcs ebben, legalábbis nekem a legnagyobb üzenete a tegnapiból az volt, hogy nem kell persze jó, egy felkészültség, az kell, de sokkal több olyan random helyzet lehet, amire nem fogsz tudni előre fölkészülni. És hogy meg kell lenni szerintem annak a nyitottságnak, meg annak a kreativitásnak, hogy azokra váratlan helyzetekre tudjál egy jó reakciót adni. Tehát, hogy például amikor, bár ugye én innovációval foglalkoztam elég sokat, ott azért fontos az, hogy más az a fajta belső innováció, amit mondjuk belekerülsz egy helyzetbe, és abból hogyan tudsz jól kijönni. Tehát, hogyha lenne egy tréning, akkor tudja, hogy majd egyszer lehet valószínűleg egy ilyen tréninget, hogy ilyen nagyon random helyzetbe belekerülsz, és hogyan tudsz azokban a random helyzetbe kijönni. Ez olyan, mint egy szabaduló szoba. Voltak azok a játékok, mi volt a neve, amikor a kulcsot meg kellett keresni, és kimenni a várból, meg a homokba szitálták a kulcsot, meg jöttek a törpék, nem tudom, mi volt az a műsor. Mindegy, de hogy az is erről szólt, hogy komfortzónából ki, és oldjál meg feladatokat. Mert hogy szerintem a vállalkozói lét ugye probléma megoldásról szól, tehát hogy van egy probléma, amit te úgy gondolsz, hogy te jobban meg tudsz oldani. Szerintem az izgalmas, hogy az embernek meg kell tanulnia magát jobban megismerni, és az, hogy minél több ilyen helyzetben, random helyzetbe kerülsz, hogy mondhatnám, hogy Adóriánnak a témáját is, hogy ugye 3,5 éve teker ugye a világ körül, és hogy hány ilyen olyan helyzetbe került, amit előtte nem került, és hogy meg tudta oldani. És szerintem ez fontosan arról szól, hogy merje bevállalni olyan kihívásokat, ezért is ugye adtuk ezeket a különböző kihívásokat, mert hogy célja az egésznek az, hogy kimozduljunk, és hogy nem mindig a megszokott keretrendszerből dolgozzunk, hanem egyfajta mindig tudjunk szinteket lépni. Másik, amit tök érdekes, hogy múltkor feljött ez a példa, hogy ha belegondolunk a 70-es, 80-as években az MTV-n, a nagy rockstárok és popstárok ugye mit csináltak? Összeálltak egymásra és csináltak közös dalokat, közös számokat, egyik a zenét hozta, a másik énekelt, és hogy már akkor is felismerték azt, hogy a két követő tábor össze tud ezáltal adódni, és ezért zseniális műfaj az, hogyha valakivel együttműködsz, mert sosem tudhatod, hogy az hova fog eljutni. Például a szombati beszélgetős műsorunk a Facebookon 2000 megtekintés fölött jár, csak azért, mert ugye mind a négyünknek érdeke volt az, hogy ez menjen, mert egy nagyon jó beszélgetés volt, inspiráló, és már vannak konkrét teljesülései, ami ennek köszönhetően valamilyen megkeresések már érkeztek mindannyiunkhoz, vagy többünkhöz, úgyhogy ez a sosem tudhatod, hogy éppen mikor lesz az, ahol a nagyvilágban valaki majd éppen pont rátal, és az egy mondat az neki úgy beakadt, hogy erre van szükségem pont. Igen, tehát szerintem az, hogy ezt úgy tudom megfogalmazni, hogy mindenkinek a táborában, akit ugye most a követő bázisról beszélünk, ott is van probléma. Nyilván nem te fogod megoldani az összes problémát, ami az adott követő bázisodnak van. Lasszul. Tehát, hogy lehet, hogy valakinek van mondjuk egy folyamat optimalizációs projektje mondjuk velem, az életében vagy a vállalkozásában, viszont neki szüksége lenne mondjuk marketing, és akkor nyilván akkor téged ajánlanának, mert hogy egyértelmű, hogy egyfelől együtt is dolgozom, kettő meg tökre értékelem, amiket csinálsz, mert nagyon jó eredményeket hozol az ügyfelének, akkor természetesen én azt szeretném, hogy az ember, aki velem is együtt dolgozik, vagy engem is követ, olyan helyre jusson el, ahol szintén sok értéket fog kapni. Tehát, hogy nem tudhatjuk sose azt, hogy kinek tudunk igazából segíteni, és hogy megint csak visszatérve arra, hogy itt az ha kérdések mentén nézzük, akkor hogy mit tudsz adni, és az együttműködésnek is erre kell ugye fókuszálnia, mit tudsz adni neked, a másik személy, mit tudsz adni az ő követőbázisának, ami értékes lehet, és ebből kiindulni. Szerintem az a szombati beszélgetés volt szerintem egy... Az zseni volt. De hogy összeállt a csapat, tehát hogy... Ja, és azt is meséljük el, hogy Fruzsinek is köszönjük szépen a számon kérést, tehát hogy egy gyakorlatilag már kedden jött a izé. Srácok, hogy álltok a kívásaitokkal? Hogy álltok? Zseni, ma reggel ugye
Én meg is megint 5 előtt keltem, Rolandot tudjuk, hogy mindig korán kell, és akkor ma is már ment a körüzenet 5 és 6 között, hogy akkor ki hol tart a projektekkel. Tehát hogy ez így, ez nagyon zseniális. Meg pont ez a lényege szerintem, hogy az emberek így random módon tudnak egymásra találni. Ja. Szerintem ezért szerintem fantasztikus, mert és ezért jók szerintem ezek a különböző rendezvények, élő találkozók, de akár hogyha már online is valakivel beszélsz, az is tök jó, szerintem meg lehet állni, de azért az élőnek van egy ilyen extra fűszere. Ja. Hogy találkozol olyan emberekkel, akik szintén hasonlóan gondolkoznak. Jó, nézzünk egy-két szolgálati közleményt, hogy hol érnek el minket, téged, engem, mik a jövőbeni terveink, közös eseményeink, közös workshopjaink. Igen, akkor kérdezzünk a közösökről. Ugye az első lépés workshop, az december 15, ugye 15. Lement az első, és visszajelzések alapján sikeres volt, úgyhogy ezt folytatjuk, és ez majd jövőre egy sorozattal fog fejlődni, de ennek az első lépése meg fog maradni, és akkor ezt biztos, hogy együtt fogjuk csinálni. Tehát ez az ötlet, vagy az ötletnek a megtalálása, hogy egyáltalán mit is akarsz csinálni az életben, vagy pedig az ötletből a hogyan átnézni egyáltalán, milyen lehetőségek lesznek majd a későbbiekben, és az összes többi az majd inkább már ilyen szakmai vagy specifikusabb tréning lesz ezt követően. Van ugye ez, akkor ugye neked? Üzlet is, bármilyen neked ugye az üzlet. Ja, nekem üzletutás január 8. Január 8. Oké, nekem ugye jövő héten van a Cseveg az üzleti sikerért, az is egy kooperáció. Mesélsz róla? Persze, mesélek róla. Én a munkám során azt tapasztaltam, hogy nagyon sok embernek gondot jelent az, hogy elmegy mondjuk egy üzleti rendezvényre, vagy akár eljön egy ilyen kis mini tréningre, vagy előadásra, és hogy nehéz neki ott az ismerkedés, megismerkedni akár csak ott egy... Odalépni az első mondat. Első mondat. Small talk, ja. Első small talk, igen, ez a small talk. És akkor erre szerettünk volna felhúzni egy olyan kurzust, hogy azt vettem észre, hogy nekem ez viszonylag könnyen megy. Tehát, hogy meg a többi partnerem is viszonylag könnyen megy, és akkor ebből miért ne hoznánk létre akkor egy kis kurzust. És ennek az első lépése, ez a jövő héten a High Five-ba lesz, szintén szerdán este, ez a Cseveg az üzleti sikerért, ami egy 2 órás ilyen betekintés ebbe az egész koncepcióba, tévhiteket hárítunk el, adunk azon alkalmazható technikákkal, stresszoldó technikákat is belegondoltuk, mert az is sok embernek ilyen stresszes helyzet, abszolút, hogy ott vagy csomó ember között, szorongásra töltet ilyen. Meg milyen érdekes, hogy az bennünk át, hogy tényleg amikor ott beszélget 3 ember, akkor negyediként odalépni, akár üzleti életbe is, és hogy csatlakozhatok pedig. Igen. Alapvetően mindenki azért van, hogy ismerkedjen, de mégis bennünk van ez a blokk. Pontosan. Tehát, hogy ilyenek ezt. És inkább elsúnyogsz és mész a pulthoz, hogy majd hát oda vagy valaki, nem? Tehát, hogy ez is bennünk van. Hogy várakozunk, hogy majd valaki csak ide fog hozzám lépni, de az első lépés az a legnehezebb, viszont utána egy nagyon jó momentum tud épülni, szóval tök igazad van, tehát mi ezeket szeretnénk, ebben szeretnénk segíteni. És ebből majd lesz nyilván majd egy tréning sorozat, meg jövőre program. Az másik. Ugye a másik, ami nekünk majd most újraindul a Karrier Akadémia, az meg főleg olyan embereknek szól, akik már jól teljesítenek a munkahelyen, most szeretnének jobban teljesíteni, csak esetleg eddig nem ők voltak a középpontban, akiket mondjuk előléptettek, vagy szeretnének fizetésemelést kérni, szeretnék igazából rekordsebességgel haladni a karrierünkben. Ugye ezt egy nagyon kedves barátom, Erdősi Gellértet csinálom, és ugye most már lefutott az első Karrier Akadémia versus, vagy version 1, és nagyon jó visszajelzéseket kapunk, nagyon már többen ugye megosztották ezt, és most van az előjelentkezés már, és majd mannyiában összerakunk egy komplet anyagot, lesz digitális anyag is, meg természetesen lesz élő is, meg lesz egy felsővezetői program, tehát ez a másik. A másik ugye a honlapom, ugye november 30, ezt mindig ezt tudtam, hogy nem fogok érezni, kihívás. Ugye holnapra elkészül. Ez még a kimegy, úgyhogy tehát ezt tényleg úgy mondtad. Tudom, mert nem, holnapra meg lesz. Jó, most fotóztunk, tehát ugye azért találkoztunk, hogy a honlapra legyen meg az a néhány fogó. Képek legyenek, igen. Ebben egy nagy tanulság az, hogy érdemes egy ilyen minimális dolgot létrehozni, ami már ugye a nagy része az információnak ott van, és az optimalizálás az későbbre hajlik, tehát ez több lépcsővel lesz ugye ez meg. Na. A perfekcionizmus a fő ellenség. Igen. De tényleg a sebesség százszor, ez megint csak a másik marketinges istenemnek a mondás, hogy ez sebesség, százszor fontosabb, mint a perfekcionizmus. És ez egy óriási nagy tanulság. Ez ebből nekem nagyon kijött. Tehát én most ezt most nagyon megtanultam, és hogy szerintem az a kulcs itt, hogy most itt lépésről felépítsük, most összerakjuk a tervet, ma, hogy akkor... Majd kapsz visszajelzéseket, az beépíted, igen, és akkor szépen fejlődik tovább. Igen, tehát hogy egy elsőnek kell lennie, ami már úgy nagyjából az üzenetek így rendben vannak. És ez mindenre igaz. És ez mindenre igaz. Egy videózásra, egy honlapra, egy vállalkozás ötletre. Mindenre igaz, el kell kezdeni. Tehát, hogy visszatérve a kihívásra, ugye a másik kihívás, ami a december 15, ugye a Level Up program, tehát annak az előjelentkezése az ugye a szintlépésről szól, az életünk, hogy tudunk szinteket lépni, lehet szó fitnessről, vállalkozásról, párkapcsolatról, bármiről. És ami még van most így talomba, hát ugye persze meg a csúcsforma coaching, ugye, meg a hasonlók, de az ugye az a standard. És értékteremtés is, hasznos tartalomgenerálás. Igen, videoblog.
Csak és így tovább. Toljuk. Energiaszint egekben. Energiaszint hol vagyunk? Egekben. Sziasztok. Na, sziasztok. Hello, hello. Folyt köv.